Dunaújvárosban is egyre többen figyelnek arra, hogy nem szükséges mindig mindenből a legújabbat és a legdrágábbat megvásárolni. A kisgyermekes családok számára kiváló lehetőség lehet a Tökmag Bazár, amelyet immáron harmadik éve szerveznek az MMK aulájában. A bazár kínálata igen sok színű, cipők, ruhák, kiegészítők, játékok. Gyakorlatilag minden fellehető, amire egy kisgyermekes családnak vagy egy kisgyermeknek szüksége lehet. A legutóbbi alkalommal a szervezőcsapat részéről Szabó Ilonával beszélgettünk. Nagyon-nagyon vártuk már. 3 éve töretlenül rendezzük meg a Tökmag Bazárt, és ez az idei első. Nagyon sok jelenkező volt, 22 anyuka és nagymama jött el árulni a kis portékáit. Szabó Ilona szerint a vásár szempontjából nagyon jó volt az elmúlt pár év, ráadásul az MMK aulája kiváló bázisa a kezdeményezésnek. Köszönetét fejezte ki Kovács Rózsának és az intézmény dolgozóinak is a segítségükért. Nagyon jó, úgy mondtam már, ez 3. éve töretlenül szervezzük meg az MMK kollégáinak segítségével, és ezen túl is szeretném megköszönni Kovács Rózsa, az MMK igazgatónőjének a segítséget és a helyet, ahogy biztosította, illetve Blankáéknak, hogy a gyönyörű plakátot mindig elkészítik időben, és meg tudjuk osztani. Az árusok részéről Sáfrány Katával beszélgettünk. Ő azt mondta, jó érzés viszont látni az ismerős arcokat, mind az árusok, mind pedig a vevők részéről. Itt mindig jó a hangulat. Idén ez az első, és nagyon-nagyon tetszik. Örülök, hogy ismét találkozok a megszokott árusító arcokkal. Nagyon jó közösségünk alakult ki itt a sok-sok hónap során, és nagyon várjuk már, hogy mi is találkozzunk egymással, és nem csak az árusítást várjuk. Én is nagyon örülök, hogy ma kijöttem árusítani, mert nagyon-nagyon sok vásárló érkezett, és azt tapasztaltam, hogy a vásárlók is vártak már minket, hogy vásárolhassanak úgymond jó árukat kedvezményesen. Persze ő maga is másoknak még hasznosítható árukészletet kínált az érdeklődőknek. Nekem vegyes páros ikreim vannak, úgyhogy az 5-6 éves árukészletemet hoztam ki fiú-lányban, tavaszra készülvén. Szabó Ilona egyébként beharangozta már a következő bazár időpontját is. A tervek szerint május 11-én várják majd legközelebb a látogatókat. Ekkor már vélhetően főként nyári kínálattal, ruhákkal, cipőkkel és szandálokkal találkozhatnak majd az érdeklődők.